Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Itt állunk a posta előtti téren, és itt van velünk országgyűlési képviselőnk Törő Gábor úr is. Azért jöttünk el, és azért jöttünk ma így össze, mert a mai napon elérkezett Polgárdiba az a fontos esemény, hogy megkezdődik a hivatalos aláírásgyűjtés, a mozgósítás az október 2-ai népszavazásra. El kell, hogy mondjam, hogy Polgárdi Város képviselőtestülete határozatot hozott arról, hogy csatlakozik a kormánynak a felhívásához, miszerint részt veszünk a népszavazásban, arra buzdítunk mindenkit, hogy vegyen részt a népszavazásban, és szavazzon nemmel, ugyanis nemet mondunk a brüsszeli politikára, nincs szükségünk arra, hogy számolatlanul és kontrollálatlanul telepítsenek ide bevándorlókat Magyarországra, erre a magyar kormány nemet mond, polgári képviselőtestülete nemet mond, és arra kérjük a polgári lakosokat is, hogy menjenek el a népszavazásra, és ők is mondjanak erre nemet. A polgári lakosokat képviselővel közösen még írásban fogjuk megkeresni és buzdítani arra, hogy segítsenek nekünk ebben, mert ezt a harcot csak közösen vívhatjuk meg sikerrel. Képviselő úr, nem tudom, hogy hoztál-e üzenetet a polgárdiaknak. Hát elsősorban szeretném megköszönni a polgári önkormányzatának, hogy felállt a kormány kezdeményezése mellé, és a polgármester úr elmondása alapján a képviselőtestület egyhangulag támogatta a kormány kezdeményezését. Mint tudjuk, mintegy 1,5 millió migráns már Európában tartózkodik. Ezzel azt kell, hogy mondjam, hogy elkövette az Unió azt a hibát, Brüsszel elkövette azt a hibát, hogy nem a határok védelmével foglalkozott, hanem azzal, hogy hogy tudja a migránsokat betelepíteni. Természetesen, aki arra rászorul, azt mi sajnáljuk. Több 100 millió forinttal támogattuk ott helybe, ahol élnek az ő megélhetésüket. Meggyőződésünk, hogy elsősorban a határok védelmére kellene helyezni a hangsúlyt, ahelyett, hogy kényszerbetelepítéseket bíznánk a tagállamokra. Magyarország ezt elutasítja, azt gondoljuk, hogy egy népszavazással elejét tudjuk venni annak a kísérletnek, hogy több ezer embert Magyarországra telepítsenek. Mint tudjuk, más kultúrájú, más hittel érő emberekről van szó, és nem utolsó sorban a terrorizmus is megjelenhet ezzel Magyarországra, és bármit megteszünk, erőn felül teljesítünk a közrend, közvédelem tekintetében, de akkor is megvan az esélye arra, hogy terrorcselekmények lehessenek Magyarországon. Ez a népszavazás segít minket abban, hogy ennek elejét tudjuk venni, és egy figyelmeztető jelet tudjunk küldeni Brüsszelnek, hogy Magyarország saját maga akar dönteni, hogy kivel és hogyan szeretne együtt élni. Meggyőződésemhez egy 50-100 évre meghatározza Magyarország sorsát, ebben kérem polgári lakosságát, hogy támogassa a kormány és az önkormányzat közös javaslatát, és szavazzon nemmel október 2-ai népszavazásra.